Zsivincé Vince Zsuzsanna vagyok. Röviden csak Zsivincé Zsuzsának hívom magamat, mert elég hosszúnak érzem a nevemet. Pécset születtem, ott végeztem a középiskolai tanulmányaimat, a Janus Pannonius gimnáziumban érettségiztem, illetve óvodai szakközépiskola is volt az egyben, úgyhogy van egy óvonői diplomám is, aminek nagyon örülök, mert későbbiekben nagyon nagy hasznát vettem. Onnan jelentkeztem Budapestre, az ötvös során tudományi egyetem, bölcsészettudományi karán végeztem néprajz magyar szakon, és már akkor is táncoltam, de Pécset is táncoltam, először a Kiszöv együttesben, utána egy rövid ideig a Mecsek együttesben, aztán fölkerültem Budapestre, később megismertem a férjemet, Gyulászki Zoltánt, és ővele a profi táncosi hivatásos életet választottam. Jelenleg a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szakmai vezetője vagyok. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttese. 22 párral dolgozunk, és nagyon nagy élmény itt lenni vezetőként is. Szerintem mindenkinek a szülővárosa az egy különleges dolog az életében, nekem is. Fiatalon elkerültem, a rokonaim, édesanyám, testvéremi ott élnek még lent, de mindig nagy örömmel megyek haza, és akkor újra felfedezem azokat a kis szexbókat, ahol a gimnazista korunkban mentünk. Nagyon szerettem Pécset, nagyon gyönyörű város, és egyeszem. És annyira olyan szépen felújították most, hogy tényleg szerintem Európa egyik legszebb város. Nagy örömömre szolgál, hogy most szülővárosomba is elviszik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes műsorát. És ismét meghívtak Vince Balázsék, a Pécsi Balett művészeti igazgatója, meghívott minket, és nagyon nagy szeretettel, örömmel visszük a egyik legújabb, legfrissebb műsorunkat, a Kiegyezés című műsort. A Kiegyezés a című darabunk 1848-as forradalom bukásától egészen az ezredévi világkiállításig tart, tehát ezt a korszakot öleli föl. És ennek próbálunk emléket állítani, ideig visszük el, hogy milyen gazdag, milyen gyönyörű a mi népművészetünk itt a Kárpát-medencében, illetve a régi Magyarországon. Hagyományőrzőket is hívtunk, apraja nagyját, az egy feltehetetlen élmény lesz, ők is táncolni fognak. És ugye a szomszédos Zengővár, hogy is hosszú hetény, iszonyú, erő, dinamikus, táncos csapata, és eljön a hagyományőrzők a fúvós zenekarukkal. Úgyhogy remélem, hogy nagy élmény lesz mindenkinek ez a nagy népművészeti kivonulás. Kedves pécsiek, szeretettel várunk mindenkit 2018. szeptember 16-án Pécsre, a Nemzeti Színházba, ahol bemutatjuk a Magyar Nemzeti Táncegyüttes bemutatja a Kiegyezés című műsorát. Mert ez nekem hazai pálya.